Zárul a kórházfejlesztés. Az elmúlt 6 évben mintegy 28 milliárd forint értékben több mint 30 projektet valósított meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Helyreállítási munkák. Egy milliárdos beruházásnak köszönhetően az ország legnagyobb síkvízi tározója lehet ismét a mára kiszáradt Rétközi-tóból. Sok a beteg. A tavalyinál 10 000-rel több bárányimlős beteget regisztráltak október közepéig az országban. Az elmúlt 6 évben mintegy 28 milliárd forint értékben több mint 30 projektet valósított meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A fejlesztés egyik jelentős része a tömbkórház projekt, amelynek keretében 3 új épületet alakítottak ki. Ezek használatba vételi engedélyét a napokban vették át, jelentették be a kórház sajtótájékoztatóján. A 4,3 milliárd forintos rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című projekt is hamarosan lezárul. Annak keretében fejlesztések valósultak meg a Nagykállói és a Nyíregyházi kórházban is. Utóbbinál például idén augusztusban adták át az új rehabilitációs épületet és a felújított régi tömböt központi rehabilitációs egység néven, mondták a kórház központi fejlesztésekről szóló tájékoztatóján. Lassan a végéhez közeledtünk a teljes projekt bezárásnak. Jelenleg ott tartunk, hogy a műszerek beszerzése zajlik folyamatosan. Közben jönnek a bútorok, az informatikai eszközök, és talán úgy néz ki, hogy november végére most már olyan állapot lesz, hogy a betegforgalom is megindulhat. Az elmúlt 6 évben mintegy 28 milliárd forint értékben több mint 30 projektet valósított meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. A tömbkórház projekt adja ennek a portfólió értéknek gyakorlatilag a felét, ez egy 15 milliárdos nagy projekt, együtt a sürgősségi fejlesztéssel, nagy projektet alkot április 8-a óta. Ugye a múlt héten megszereztük a használatba vételi engedélyét a 3 épületnek, tulajdonképpen a végsőt. Ez azt jelenti, hogy lezártuk az építési beruházást hiánytalanul, hibátlanul. Jelenleg azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a lezárása folyik, amivel az informatikai eszközöket, bútorokat és hiányzó gépműszereket fogjuk tudni leszállítatni. Ehhez egy engedélyre van szükségünk, reményeink szerint napokon belül ezt megkapjuk, és onnan kezdve elindul a szerződéskötési folyamat, illetőleg a szállítás. December 20-áig minden eszköznek itt kell lenni. A tájékoztatón kiemelték, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház valamennyi folyamatban lévő projektjét lezárják a következő hetekben. A főigazgató bejelentette, szintén egy pályázaton belül hamarosan új MR-készülék érkezik a József András oktatókórházba. A jelenlegi műszer már 12 éves és az elmúlt években többször meghibásodott. 6-án, november 6-án elkezdődik ennek a cseréje, a régi készüléknek a cseréje. Ez egy nagyobb tudású készülék már, mint az előző volt. Úgy fogalmazott a szakma, hogy ez egy nagyon komoly közforgalmú kórháznak a működésé, ez nagyon megfelelő lesz tulajdonképpen. Nagy rutint lehet vele végrehajtani, hisz itt mi nagyon nagy forgalmú intézmény vagyunk. Naponta akár 30 MR-vizsgálatot is végeznek Nyíregyházán, ám az átszerelések miatt a következő hetekben szünetel majd az MR-diagnosztikai feladatellátás. A tájékoztatón kiemelték, a CT üzemel majd, akinek viszont MR-vizsgálatra lesz szüksége, azt a debreceni klinikán fogadják majd. Az utazási költségeket ilyen esetben az OEP visszatéríti. Az ország legnagyobb síkvízi tározója lehet ismét a mára kiszáradt Rétközi-tóból, a most kezdődő helyreállítási projektnek köszönhetően. A több mint 1 milliárd forint összköltségű beruházás várhatóan jövő év végére készül el, teljes egészében Európai Uniós forrásból. Az érintett települések a turizmus fellendülését várják a tó feltöltésétől és környezetének rendezésétől. Száraz meder, elpusztult élővilág, a sokak által korábban csak Szabolcs-Veresmarty horgászhelyként ismert Rétközi-tó teljesen kiszáradt. A 26 éve kialakított tározó a helyreállítás után egyedülálló látványosság lehet akár országos viszonylatban is, mondta el Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a projektnyitó sajtótájékoztatón. 1 milliárd 38 millió forintból élővilág
rekonstrukció vagy rehabilitációt hajtunk végre keopos forrásból. Elmondta itt a vízügyigazgató, hogy 26 éve jött létre ez a víztározó, és 26 éve semmilyen infrastruktúrális fejlesztés nem történt ezen a tavon, és bekövetkezett az, ami egy tónak a halálát jelenti, hogy a tavalyi évben kiszáradt. Értelemszerűen az oly gazdag növényvilág és állatvilág eltűnt, és 24. órában sikerül ezt helyreállítani, ami nagyon fontos, hogy élővízi, de szivattyús kapcsolatot tudunk kialakítani a Tiszával, tehát innentől kezdve, ha a rekonstrukció megvalósul, akkor a több mint 230 ezer köbméter iszap kotrása után egy Magyarország legnagyobb síkvízi víztározát tudjuk ismét visszaadni a lakosságnak. Az eseményen elhangzott, a Rétközi tó a Felső-Tisza vidék legjelentősebb tározója volt, aminek a helyreállítása vízgazdálkodási szempontból is jelentős. Azért van rá szükség, mert a tó életében, hogy így fogalmazzak, az elmúlt 2-3 évben ugye azt figyeltük meg, hogy folyamatosan kiszáradt, folyamatosan elvesztette azt a varázsát, amit a korábbi években mutatott nekünk, és végig kellett gondolnunk, hogy hogyan tudjuk ezt rehabilitálni. Ebben az élőhelyvédelmi programban ez sikerült. A tó helyreállítását követően a távlati célok között szerepel a horgászati használat mellett egy kemping, erdei iskola kilátó és egy sétáló ösvény kialakítása, ami a környező települések turizmusát is fellendítheti. Én úgy gondolom, hogy Kisvárda és minden településnek a környéken egy óriási lehetőség lesz, annál is inkább, mert föl tudjuk fűzni egy közös programra. Kisvárda megépül az új strandberuházások, várprojekt, szálloda, kerékpárutak, és ehhez még kapcsolódik egy gyönyörű környezetben lévő Rétközi tó, ahol alkalmas ugye arra, hogy sportolni, pihenni, kikapcsolódni, mindez együtt azt hiszem, hogy egy óriási attrakció. A beruházás várhatóan jövő év november végéig befejeződik, azt követően a természetre lesz bízva a regenerálódás, hangzott el a sajtótájékoztatón. Október közepéig több mint 34 ezer bárányhimlős beteget regisztráltak Magyarországon, derül ki az Országos Epidemiológiai Központ adataiból. Ez a szám az elmúlt év hasonló időszakához képest 10 ezerrel magasabb. Az őszies időjárás kedvez ennek a légutakon terjedő betegségnek, amely egy gyerekkori védőoltással megelőzhető. A bárányhimlő nem csak gyermekbetegség, akik fiatalon nem esnek át rajta, azok felnőtt korukban is fogékonyak maradnak rá. Az őszies időjárás kedvez a terjedésének, közösségbe kerülve bárki elkaphatja. A bárányhimlőnek a szezonális időszaka az most van, őszi, téli, kora, tavaszi időszakban fordulnak elő főleg a fertőzések, mivel hogy ez egy légutakon terjedő fertőző betegség, és ilyenkor ebben a hurutos időszakban sokkal nagyobb az esendőség, a hajlandóság, hogy a gyerekek ezt a vírusos fertőzést el tudják kapni. A bárányhimlőt egy herpesz csoportba tartozó vírus okozza, a szakemberek ezért gyógyszeres kezelést javasolnak a betegek számára. A kiütéses betegség időtartama, valamint a további szövődmények kialakulásának esélye is csökkenthető a különböző vírusölő készítményekkel. Egy körülbelül 20 ezer forintos oltással megelőzhető lenne a megbetegedés. Nagyon jó védekezési rendszerünk van, védőoltás van, ez ellen, a betegség ellen, ezt már fiatal korban, késői csecsemőkorban már el lehet kezdeni ezt az oltást. Két oltás életre szóló védettséget jelent a gyermek részére, tehát még felnőtt korában sem tudja ezt a betegséget elkapni az illető egyén, aki ezt a védoltást megkapja. Ha valaki ezt szeretné, háziorvosát föl kell keresni, és minden háziorvos tisztában van ezzel. Jó lenne, hogyha ez minél szélesebb körben elterjedne a lakosság körében, hogy ez ellen van védőoltás, és ez egy hatékony védőoltás. A bárányhimlő az esetek körülbelül 20%-ában előidézhet idegrendszeri és vérképzőrendszeri betegségeket, gennyes bőrgyulladásokat, de akár vese problémákat is okozhat. Folyamatos ellenőrzéseket tart országszerte a Nébih a közüzemi konyhákon. Szeptember 1-től lépett életbe a menzareform, ami szabályozza a közétkeztetést, többek között a só és cukor használatot. Ezek betartását vizsgálják a szakemberek. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében elsőként Tiszadadán jártak, ahol kiváló minősítést kapott a konyha.
A modern közétkeztetés bevezetésére még 2011-ben adtak ki egy új egységes rendeletet, ami többek között a só és cukor használatát szabályozza a menzákon. A közüzemi konyhákat a Nébih 3-6 fős csoportjai úgynevezett érzékszervi vizsgálat során ellenőrzik. A szakemberek egy kis buszban kialakított mozgó laboratóriummal járják az országot, korábban a fővárosi laborba kellett elküldeni a mintákat. A vizsgálati laboratóriumi háttér korábban csak Budapesten állt rendelkezésre, természetesen ez továbbra is rendelkezésre áll ott is, viszont egy érzékszerű vizsgálatnál nagyon fontos az időfaktor. Tehát azt akkor abban az étkezés időszakban kell megvizsgálni, és akkor kapunk hűképet arról a megjelenéséről, ugyanis érzékszerű vizsgálat, miket nézzünk, megjelenés, a külleme, állaga, szaga, tehát illata, illetve az íze. Ezek mind az idő előre alattával változhatnak, tehát például innen, Szabolcs-Szatmár-Berekből, mire felszállították Budapestre, nem biztos, hogy azokat az eredményeket kapta, amit egy azonnali vizsgálatkor kapnánk. Tiszadada már 5 éve belépett a Mintamenza programba, és az új szemlélet szerint főznek. Itt a könnyebb átállás érdekében fokozatosan vezették be a változásokat. A Nébih ellenőrzésén kiváló minősítést kapott az aznapi menü. Szabolcs-Szatmár megyében elsőként Tiszadadára látogattak el, természetesen bejelentés nélkül, és itt gyakorlatilag egy komplett ételsort kellett felszolgálnunk, ők ezt a laborkocsiukba fölvitték, elemezték, és majd valamikor a délutáni órákban mondtak nekünk eredményt. Örömmel számolhatok be hogy kiváló minősítést kapott az ételünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ízekre, darabokra szedték szét az aznapi menüsort, és minden összetevőjét, minden tápanyagtartalmát kimutatva, ásványanyagokat, vitaminokat benne, tehát mindent elemeztek, és ezt kész tényként tolmácsolták a számunkra. A település élelmezését ebből a konyhából látják el, és szinte minden nyersanyagot maguknak termelnek, például a sárgarépát, az uborkát és a burgonyát is. 2800 mécsest gyújtottak az emlékezők Minden Szentek napján a nyíregyházi hősök temetőjében. A megemlékezésről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Kiütéses győzelmet aratott a Balmazújváros ellen a Kisvárda Masztergúd. A labdarúgó ND2 12. fordulójában Sós Imre együttese 1-0-ás félidő után 5-0-ra verte a mérkőzést 8 emberrel befejező vendégcsapatot. A várdaiak szombaton a Zalaegerszeget fogadják. 10 pontos vereséget szenvedett Szegeden a Marsó-Nyíregyháza. Sitkó Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 6. fordulójában lépett pályára a Tisza partján, és a hazaiak 97-87-re megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak legközelebb Körmenden vendég szerepelnek. Az első világháború áldozataira emlékeztek Minden Szentek napján a nyíregyházi hősök temetőjében. 14 nemzet 2800 elesett katonájának síremlékénél minden évben más-más egyházi felekezet rendezi meg ünnepi szertartását. Az első világháború idején még hadikórház működött a temető területén, ahol Minden Szentek napján hagyományosan 2800 mécses meggyújtásával emlékeznek a 14 nemzet hősére. A temető 1915-ben nyitotta meg kapuit, mely akkor az ország egyik legnagyobb sírkertje volt. Nyíregyháza megyejogú város önkormányzata, illetve a temetkezési vállalat, illetve civil szervezetek összefogásával jött létre tulajdonképpen ez az alkalom, ahol is Minden Szentek alkalmából emlékezünk arról a 14 nemzet 2800 elhunyt katonájáról, illetve az itt elhelyezett sírokról, és emlékezünk azokra az emberekre, akik az első világháborúban ugye elestek és már nem térhettek haza szeretteikhez. Az idei ünnepséget Krank József, a nyíregyházi Szent György nagyvértanú Magyar Ortodox Egyház község parókusa celebrálta. A temetőben a magyarok mellett az osztrák, olasz, német, orosz, lengyel, szerb, román és bosnyák nemzet hősi halottai nyugszanak. Ebben a temetőben több nemzet fia nyugszik, lengyelek, osztrákok, magyarok, szerbek, románok, oroszok, mindannyian parancsot teljesítettek, és mindannyiukat hazavárták. Az egyház kötelességének tartja azt, hogy ezeknek a katonáknak a lelki nyugalmáért imádkozzon,
és erre buzdítjuk ebben a szertartásban, ebben a panakidában, halotti emlékszertartásban az itt lévő hívő közösséget. A temetőt 1997-ben védetté nyilvánították, 2014-ben az első világháború centenáriumán 240 síremléket újra cseréltek, 300-at pedig felújítottak. Kiütéses győzelmet aratott a Balmazújváros ellen a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 12. fordulójában Sós Imre együttese 1-0-ás félidő után 5-0-ra verte a mérkőzést 8 emberrel befejező vendégcsapatot. A várdaiak szombaton a Zalaegerszeget fogadják. Az első szűk fél órában kiegyenlített volt a játék, felváltva forogtak veszélyben a kapuk, a 28. percben viszont megszerezte a vezetést a hazai csapat. Kis Lászlót könyöklés miatt kiállították, a megítélt büntetőt pedig Erős Gábor váltotta gólra. Az 50. percben tovább fogyatkozott a Balmazújváros, Pap szintén könyöklésért kapott piros lapot. A 62. percben egy szép támadást követően Lukász a 16-os vonaláról lőtt az újvárosi kapuba, megduplázza a várdai előnyt. A 79. percben ismét Lukász volt a főszereplő, cseri passzó után szerezte meg önmaga második, csapat a 3. gólját a középpályás. A 85. percben Kónya vágta fel Rajcit a 16-oson belül, így második sárgalapja után őt is kiállította a játékvezető, a 11-es pedig erős értékesítette. A hosszabbítása is maradt még egy hazai gól, a 92. percben kulcsára állította az 5-0-ás végeredményt. Amire számítottam, azt kaptam a mérkőzés elején, én úgy gondolom, hogy egy jó meccs alakulhatott volna ki, egy rendkívül szervezetten játszó vendégcsapattal találtuk itt szemben magunkat, kiki meccs lehetett volna. Szerencsére olyan egyéni hibákat követtek el a vendégjátékosok, amelyek megbosszulták magukat, és hát így fiesta lett a vége. A vendégek megbízott edzője egyedül annak örülhetett, hogy csapata hátrányban sem adta fel. Tudtam, hogy a Kisvárda egy játékcsapat, egy nagyon jó támadó csapat. Gondoltunk, láttunk a hibák is, mert tisztán láttunk, hogy hol lehet felbontani az ellenfél, a védelem. De hát sajnos jött azt a kiállítás, azt mondta, hogy az első fél időben teljesen partiban voltunk, akkor is, amikor kiállították, volt egy pár helyzet. Akkor is, amikor 2-0-nál is volt egy kapufát, én azt mondom, hogy a pozitív az, hogy a csapat nem adott fel, amikor kiállítottak 2-t, meg a 3. is, amikor kiállították, akkor is végig játékban maradtunk. De hát nyilván, hogy az már nagyon nehéz volt valamit tenni. A forduló további eredményei: Szeged-Zalaegerszeg 2-0, Budaörs-Siófok 1-0, Soroksárvác 2-1, Sziget-Szentmiklós-Mezőkövesd 2-2, Gyirmut-Sopron 2-1, Ajka-Dunaújváros 0-6 és Csákvár-Szolnok 2-1. A tabella élén 27 pontos Gyirmut áll, megelőzve az egyaránt 22 pontos Budaörset és Mezőkövesdet. A 19 pontos Kisvárda a 6. helyen várja a Zalaegerszeg szombati vendégjátékát. 10 pontos vereséget szenvedett Szegeden a Malsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 6. fordulójában lépett pályára a Tisza partján, és a hazaiak 97-87-re megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak legközelebb Körmenden vendégszerepelnek. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 26-15-re nyerte a szegedi csapat. A második 10 percet döntetlenre hozták a felek, a harmadik negyedben viszont egy pontra megközelítette ellenfelét a Nyíregyháza, a vezetést azonban nem tudták átvenni a vendégek, akik a záró 10 percnek 10 pontos hátrányban vágtak neki. Mivel az utolsó szakasz is döntetlennel zárult, negyedik vereség is szenvedte el Sitko Ernő együttese. Az első fél időben még annak a rovására is, hogyha ők vezetnek a mérkőzésen, akkor is szeretnünk volna bizonyos játékosokat támadni. Nagyon jól is sikerült, Csirisnek 3 faltja volt, második fél idő elején alig kapott levegőt, és szép lassan jöttünk föl, és a második fél időben a harmadik negyed közepe felé egy pontra közelítettük meg őket, és úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzés. De sajnos irányító nélkül nem lehet játszani ezt a játékot, és minden egyes szituációban, amikor közel kerültünk, olyan eladott labdáink voltak, amiből 2-1-es, 3-1-es, 3-0-ás, 2-0-ás indítást kaptunk vissza, és így teljesen fölöslegesen dolgoztunk a mérkőzésnek a legnagyobb szakaszában, mert utána mindig ajándékpontokat adtunk. Ha valaki megnézi a statisztikát, 22 darab eladott labdánk volt, és a Szeged 34 vagy 35 pontot dobott könnyű indításból szerzett gólokból. Így nem lehet mérkőzést nyerni. Sokkal nagyobb felelősséggel, sokkal nagyobb
koncentrációval kell játszani a találkozókat, hogyha bármilyen mérkőzés is meg akarunk nyerni. A forduló további eredményei: atomerőmű Esekőrmend 98-71, Sopron Kecskemét 70-58, Szolnok Mavsz 90-69, Kaposvár Pécs 81-78 és Jászberény Albafehérvár 77-101. A tabella élén a Szombathely áll 5 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőműt és Körmendet. A Marsó Nyíregyháza 2 győzelemmel és 4 vereséggel a 11. helyen várja szombati körmendi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az elmúlt 6 évben mintegy 28 milliárd forint értékben több mint 30 projektet valósított meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. A fejlesztés egyik jelentős része a Tömb Kórház projekt, amelynek keretében 3 új épületet alakítottak ki. Ezek használatba vételi engedélyét a napokban vették át, jelentették be a kórház sajtótájékoztatóján. Az ország legnagyobb síkvízi tározója lehet ismét a mára kiszáradt Rétközi tóból, a most kezdődő helyreállítási projektnek köszönhetően. A több mint 1 milliárd forint összköltségű beruházás várhatóan jövő év végére készül el, teljes egészében Európai Uniós forrásból. Az érintett települések a turizmus fellendülését várják a tó feltöltésétől és környezetének rendezésétől. Október közepéig több mint 34 ezer bárányhimlős beteget regisztráltak Magyarországon, derül ki az Országos Epidemiológiai Központ adataiból. Ez a szám az elmúlt év hasonló időszakához képest 10 ezerrel magasabb. Az őszies időjárás kedvez ennek a légutakon terjedő betegségnek, amely egy gyerekkori védőoltással megelőzhető. A Kölcsei Televízió iradóját látták hétfőn. A legfrissebbekkel kedden este jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Időjárásunkat egy anticiklon alakítja, amelynek középpontja térségünkben található. Nyugodt, csendes őszi időjárás lesz. A napsütés mellett helyenként napközben is tartósabban megmaradó ködfoltokkal. Éjjel változóan felhős idő várható, párás lesz a levegő, többfelé ködfoltokra is lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kedd estig derült és tartósabban párás, ködös területek váltakoznak, csapadék nem lesz. Mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A légköri frontok egyelőre elkerülik térségünket, a következő napokban is csendes, őszi időjárásra van kilátás. Éjszakánként sokfelé képződik köd, amely napközben ritkul, zsugorodik, és a tartósan ködös tájak mellett hazánk nagy részén még számítani lehet hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A hétvégén már nagy részt erősen felhős vagy borult és párás időjárás lesz, ködfoltokkal, itt-ott szitálással. Ugyanakkor kissé mérséklődik az éjszakai lehűlés.